Kemény, de sportszerű párharcok helyszíne volt a dombóvári Buzánszky Jenő sportcentrum. Az aranycsapat legendás játékosáról, Buzánszky Jenőről elnevezett emléktornán négy középiskola diákjai küzdöttek a győztes címért. 2020-as években már terveztük, hogy idehozzuk a rendezvényt, sajnos eddig sem a pandémia, sem az időjárás nem kedvezett nekünk. Egy picikét újra gondoltuk, Tamási Dombavár és Bonyhád középiskoláit hívtuk meg. Sajnálatos események mentén bonyhádiak az idén nem tudtak részt venni, de várják, hogy jövőre el tudjanak jönni. Az emléktornát végül kiérezett küzdelemben a dombóvári I. és Gyula gimnázium tanulói nyerték, és büszkén emelték magasba a trófeát. A jó hangulatú, színvonalas mérkőzéseket hozó eseményt az egykori profi labdarúgó fia, ifja Buzánszky Jenő is megtisztelte jelenlétével, és elmondta, örül, hogy ilyen sok diákot mozgatott meg az esemény. Itt a környéket felölelve, ugye Tamásiból is voltak csapatok, illetve úgy volt, hogy Bonyhádról is jönnek, de hát sajnos ők nem értek ide, hogy az egész régióban egy erős kupasorozat lesz majd ebből. Az eredményhirdetésen a gólkirályi cím is átadásra került, ezt a címet Vörös Ádám szerezte meg 6 találatával. A szervezők örömére a tanulók, a játékosok, csak úgy, mint a nézők is, egyetértettek abban, hogy jövőre újra részt vesznek a remekül sikerült eseményen.